Reneszánsz bölcse Rotterdam Erasmus az emberiség történelmében. Különbséget tett csendes és viharos országok között, amelyek a történelem során periódikusan ismétlődnek. Az ember megalkot egy bizonyos filozófiát, létrehozza annak megfelelő intézményeit, és azután béke van. Később gondolatai megváltoznak, és ennek az új gondolkodásmódnak le kell küzdeni a kinőtt rendszert és a régi mentalitást, annak minden előítéletét, anyagi érdekeltségét. Mindaddig küzdelem van, amíg az új nézetek felül kerekednek, és a nekik megfelelő új rendszer meg nem teremtődik. A világ soha nem ismert még napjainknál kavaró és fölkavaró korszakot, és ha Erasmus helyesen gondolja, akkor nem sokára eszményben mély változásnak kell bekövetkeznie, mélyebbek, mint valaha. Számomra világos, hogy mi ez a változás. Egy átmenet a tudomány előttiből a tudomány korába. Ez az átalakulás nem csak elemi, hanem hirtelen is ért bennünket, időt sem hagyva az alkalmazkodásra. A két világ közötti különbséget a legjobban két kődarab története mutathatja meg. Az egyik Arisztotelészé, a tudomány előtti kor egyik legnagyobb gondolkodójáé, a másik Galileié, az első modern tudósok egyikéé. Arisztotelész azt mondta, hogy a nagyobb kő gyorsabban esik le, mint a kisebb. Az érdekesség ebben az állításban nem az volt, hogy hibás, hanem az, hogy Arisztotelész sohasem próbálta meg azt kísérletileg bebizonyítani. Ha ezt kérték volna tőle számon, valószínűleg megsértődik. Úgy vélte, az embernek ahhoz, hogy az igazságot megtalálja, csak gondolkodnia kell, mivel az eleme felülmúlja a nyers tapasztalatokat. Az elme állt mindenek előtt. Nem volt oka kételkedésre, abban sem, hogy amit az érzékszervek közvetítenek számunkra, az a végső realitás. Ha a tárgyakat megérintjük, kemények vagy lágyak, nedvesek vagy szárazak. Így volt Arisztotelész elve szerint ezek az alapvető elemek, amelyek a világot felépítik. Afelől sem volt kétség, hogy a világegyetem az, ami forog mi körülöttünk. Innen már csak egy további kis lépés volt azt feltételezni, hogy az érzéseink is biztos útmutatók, és hogy a mindennapi megfigyelés kiterjeszthető a számunkra közvetlenül nem érzékelhető problémákra, és ha tehát az ember nem fogadta el a halált, akkor az nem is létezhetett Hádész, pokol, mennyország. Ha az ember házat akar, fel kell építenie. Ha tehát létezik világegyetem, valakinek fel kellett építenie azt, és mozgásban tartania valakinek, aki nálunk minden. Így hát az ember benépesítette a világát egy vagy több istennel, akiket a saját képmása alapján formált meg. Azonban még ha léteztek is nálunk magasabb rendű teremtmények, számukra mi voltunk a legfőbb aggodalom, és mi maradtunk a középpont. Tehát az ember maga épített fel fokozatosan egy képzeletbeli világot, amit a hitem, vagyis a dolgok bizonyíték nélkül elfogadásán alapult. Ezt a hitet a különböző korokban vallások formájában írásba foglalták, amelyek nevében az embereket kínozták, leigázták, öldökölték. A tudomány előtti gondolkodásnak az alapja az ember önmagából kiinduló szemléletmód és korlátlan önbizalma. Miközben az ember úgy vélte, hogy ő a középpont, a mindenek felett álló úr, bíró, azonban mégis a természet játékszere maradt.
2000 évvel Arisztotelész után valaminek történnie kellett az emberi gondolkodásra, mivel itt-ott megjelentek olyan emberek, mint Kopernikusz, Kepler, akik a kétszer kettő egyszerűségével kezdtek gondolkodni, míg ez alatt egy lelkes fiatalember, Galilei, felment egy ferde toronyba, hogy ledobjon két követ, egy nagyot és egy kicsit. Társait megbízva, hogy figyeljék meg, melyik ér először földet. Ebben az egyszerű cselekedetben a lényeg, a probléma alázatos megközelítése, miszerint ha valamit meg akarunk tudni a minket körülvelő világból, szegényen kérdéseket kell feltennünk, vagyis kísérleteket kell végrehajtanunk. Ugyanez a fiatalember Galilei nem bízott érzékszervei tökéletességében sem, és később, hogy látóképességét fejlessze, teleszkópot készített. Ezzel a kiterjesztett látóképességgel felfedezhette a Jupiter holdjait és a Szaturnusz gyűrűit, amelyeket ember azelőtt még sosem látott. Ebből az a nyilvánvaló következtetés adódott, hogy a világegyetem nem pusztán az ember gyönyörűségére vagy kísértésére teremtődött. Ma, 3,5 évszázaddal később láthatjuk a kísérleti tudomány gyors terjeszkedését, megváltoztatva az emberi lét összes paraméterét, megalkotva egy teljesen új világot. Ebben az új világban az ember egy olyan élő lényé vált, aki a milliónyi galaxis, milliónyi csillaga parányi bolygójának csupán egy rövid életű lakója, egy növekvő sebességgel táguló világegyetemben, amelyen a kvantummechanika törvényei uralkodnak. Ami meghatározza ezt a változást, az egy új tudományon alapuló gondolkodás. Ennek a gondolkodásnak a lényegi sajátossága az alázatos megközelítésmód és az emberi tökéletlenségünk felismerése. Ennek az új szemléletmódnak az a fő vezérelve, hogy ne fogadjunk el semmit bizonyíték nélkül. A problémákkal, mint olyanokkal hideg fejjel, félelem vagy előítélet nélkül nézünk szembe. A gondolkodás meg nem alkuló becsületességével, félelem, remények vagy érdek által nem befolyásolva. A tudomány előttiből a tudományon alapuló gondolkodás korába való átmenet közepette élünk, ebből származik a zűrzavar. Még ajánkon is pénzérményünkben ott van Isten, de már nincs a szívünkben. Ha megbetegszünk, lehet, hogy még imádkozunk, de mellett beveszünk a penicillint is. Imádkozunk a békéért, de hidrogén bombákat halmozunk fel a biztonság érdekében. Krisztusról prédikálunk és tömegpusztításról beszélünk. Szemben ezt a világot, szememben az a hatalmas Krisztus szobor szimbolizálja, amely Spanyolországban egy dombon áll, karjait kitárva az emberiség felé, fején egy hatalmas villámhárítót visel, hogy megvédje magát, ha a mindenható atya esetleg villámmal próbálna lesújtani rá. A táguló új világegyetemet meglehetősen hideg helynek tartjuk, és a régét nem merjük feladni. A baj az, hogy a két világot nem lehet összekeverni. Az inkvizitor atyának igaza volt, amikor azt mondta Galileinek, a te tanításod és az egyház tanítása nem férnek egymás mellett. Nem készíthetünk büntetlenül hidrogén bombákat a tudomány segítségével sem, hogy azután azokat a 18. századbeli egoista, szűklátókörű, szentimentális és megbízhatatlan politikai gondolkodással használjuk fel. Annak nincsen értelme, hogy
fellőjünk űrhajósokat a világűrbe, hogy más bolygókat elérjenek, mi 10 láb magas betonfalakat emelünk, hogy az embert az embertől elválasszuk. A maga idejében a tudomány előtti gondolkodás stabil világot teremtett, azonban a tudomány visszavonhatatlanul alásta szenvedésbe való beletörődést, mint az emberi lény jellegzetességét, és romba döntötte az istenek, hercegek, bárók, gazdagok, szegények, jól tápláltak és éhezők, fejlettek és elmaradottak régi hierarchiáját. Nincs visszaút. És szembe kell néznünk nyíltan, hogy 2 választásunk van, amíg meg sem állódott gazdagság és méltóság, vagy a tudomány kínálta önpusztítás. Kérdésem az, hogy hová vezet a tudomány, és hogy képes-e olyan világot felépíteni, amelyben az ember még egyszer otthon érezheti magát. Igaz, hogy a tudománynak nincs erkölcsi tartalma. Nem több-e a tudomány, mint puszta gondolkodásmód, eszközök, adatok és könyvek gyűjteménye? Nem élő társadalom-e a tudomány? Úgy gondolom, hogy az. Szerintem a tudomány elsősorban embereknek egy közössége, amely nem ismer időbeli és térbeli korlátokat. Én egy olyan közösségben élek, ahol Lavoisier és Newton a mindennapi társai, és egy indiai vagy kínai tudós közelebb áll hozzá, mint a saját teljes emberem. Az alapvető erkölcse ennek a társadalomnak nagyon egyszerű. Kölcsönös tisztelet, szellemi tisztesség és jó indulat. Én úgy gondolom, hogy a tudománynak is megvan a maga erkölcsi kódexe, mint egy harmadik aspektusa, amelyre egy új világrendet lehet építeni. A tudomány fölemelte az embert a bűzből, a mocsorból, kiszabadította őt azon nyavajákból, amelyek korábban tizedelték őt. Lehetővé tette a félelemmentes gyerekszülést. Megmutatta a méltóság teljes élet lehetőségét, amelynek várható időtartamát jelentős mértékben kiterjesztette. Igaz, a teremtésben nagyon szerény helyre szorította vissza az embert, akkor miért nem próbáljuk magunkat felemelni és vállalni saját sorsunk felelősségét? Miért kell egymást sárba rántanunk? Mérgeznünk a levegőnket, megmutatva ezzel, hogy milyen könnyen kioldható az emberi élet. A tudomány végtelen lehetőségeket nyitott a kibontakozásra, hogy együtt munkálkodunk ahelyett, hogy kis előnyökért egymás ellen küzdenénk. A tudomány segített megérteni és megismerni a természetet. Talán ez segíteni fog megérteni és megismerni önmagunkat, és létrehozni az ember életnek egy emelkedettebb új formáját, olyan gazdagságot és szépséget, amilyet ma a legélénkebb fantázia sem képes megfesteni. Ölje is, Uram, köszönöm szépen!